Sziasztok, Eszter vagyok, és elhoztam nektek a tök faragós videót. Tavaly ilyenkor nagyon szerettétek ezt a videót, és ugyanúgy egy ilyen Q&A keretében faragtam ki azt az egyszerű kis bagoly arcot a tökömre, és most azt terveztem, hogy nem árulom el, hogy mit rajzoltam fel ide a másik oldalára, hanem majd a végén megmutatom nektek, úgyhogy megpróbálom majd úgy forgatni, faragni, belezni ezt a tetemes kis tököt, hogy ne lássátok, hogy mit rajzoltam ide. Nem tudom, hogy jó lesz-e, az kérdéses, egyel tapasztaltabb vagyok, mint tavaly, de igazából csak azt szeretném, hogy ez így fun legyen, hogy én is jól érezzem magam közben, ti is, hogy egy kicsit így ezt az őszi bakancslistás pontot is szeretném kipipálni veletek, és inspirálni titeket is arra, hogy ezek a dolgok például, hogy tökfaragás, vagy egy ilyen fűszeres almaszájder ivása, vagy egy séta az erdőben, vagy termések gyűjtése, levelek gyűjtése, őszi szezonális ételek főzése, mindig kicsit hangulatba hozhatnak minket. Ugye a Sárga Bögre podcastünk második évadának első epizódja is az őszi bakancslistánkról szólt Sárával, és a tiéteket is alapul vettük hozzá, és azt hiszem, hogy például ez is egy olyan pont, amit rég ki akartam pipálni. Egyébként írtatok nekem kérdéseket, köszönöm szépen, mert Instagram story-ba kiírtam, hogy ismét egy ilyen Q&A. Miért van az, hogy bármikor, amikor videózok, akkor itt kalapálnak, fúrnak, építkeznek? Ezt komolyan nem értem. Jó, mindegy. Szóval ugyanúgy egy ilyen Q&A keretében szeretném felvenni. És mindjárt bele is vágunk. Ide készítettem eszközöket tavalyi tapasztalatok alapján. Elég veszélyesek ugyanúgy, de igyekszek majd nem bénázni velük. Felfogtam a hajam, tudván, hogy ez nagy meló lesz, és mindjárt a pulcsi múmiát is felgyűröm. Egyébként hangulat, van egy ilyen világok lángjás Happy Halloween gyertyám, ilyen trick or treat illata van, tök jó. Meg itt kicsit így berendezkedtem, úgyhogy remélem, hogy minden jó lesz. A tetejét még nem rajzoltam meg, úgyhogy ezt elkezdem megrajzolni, ami itt körbe lesz. És jut eszembe, ezt még elmondom, mielőtt elkezdem, hogy Pasztel Mama őszi kreatív fotó kihívásában én is részt veszek. 22-én, október 22-én, azaz pénteken én fogok tökfaragós, tökfaragás kapcsán posztolni, úgyhogy majd ti is szálljatok be, hogyha van kedvetek, és akkor nyugodtan ti is posztoljatok, mondjátok el, hogy milyen tököt faragtatok, miért ez, szóval, hogy így ez egy tök jó közösségi kollektív élmény is lehet számunkra. Úgyhogy nézem a kérdéseiteket, igyekszek sokra válaszolni, bár lehet, hogy néha kevesebb több. Akkor nézzük csak. Vannak benne karácsonyi kérdések is, aminek nagyon-nagyon örülök. Sikerül megélni az idei őszt? Köszönöm ezt a kérdést, és egyébként azt gondolom, hogy sikerül. Most egy kicsit beteg voltam, és kicsit így gondolkodtam a lelassuláson, a lassításon, mert nagyon sokszor tudok túlzásba esni, hogyha munkáról van szó, vagy bármilyen olyan dologról, amivel kapcsolatban motivált vagyok, és akár magamnak, akár a környezetemnek szeretnék bizonyítani. És most így kicsit itthon így gondolkodtam, volt időm rájönni, hogy szeretnék kicsit lelassítani, jobban odafigyelni az egészségemre, és megélni azokat a dolgokat, amik ilyenkor nekem tényleg fontosak. Mondtam már nektek, hogy nagyon szeretem az őszt, viszont abszolút, de első helyen van a karácsony és a tél, szóval nekem az az igazi én időm, és nagyon-nagyon várom, viszont ahhoz, hogy azokat a dolgokat, amiket elterveztem, meg tudjuk csinálni, igazán meg tudjam élni, ahhoz egészségesnek, nyugatnak és kiegyensúlyozottnak kell lennem, és itt a kell kifejezést nem úgy értem, hogy ez egy ilyen feladat, amihez görcsösen ragaszkodom és teljesíteni akarom, hanem tényleg szeretném ezt a hangolódást igazán megélni, és most próbálom így kihasználni az időt az olyan dolgokban, amiket így szeretnék csinálni, és próbálom nem elkapkodni, és közben, amiközben már csinálok valamit, mondjuk, mint most ez a tökfaragás, tökfaragós videó, persze fogunk Krisztiánnal is tököt faragni, nem videó kereteiben, de szerettem volna így veletek is, szóval, hogy ilyenkor nem azon fogok most gondolkodni, hogy hát akkor most milyen feladataim vannak még, meg holnap után, meg azután, hanem akkor éppen 100%-osan arra a feladatra koncentrálok, arra a
tevékenységre, arra az érzésre, amit éppen megélek, és talán ez segít így kicsit a jelenben maradni, és ezáltal az őszt is sokkal jobban meg tudom élni. Na miközben a következő kérdésre válaszolok, ki fogom így a tetejét vágni, hogy elkezdhessen belezni, mert nem akarok egy maratoni videót nektek. És az egy jó tanács lehet talán, hogy próbáljátok meg nem túl nagyot, de valamennyire egy kicsit nagyobb tetejet vágni neki, mert akkor úgy könnyebb lesz benne turkálni. Miért vagy a leghálásabb mostanában? Kezdődik? Jaj. Jó. Miért vagyok a leghálásabb mostanában? Hát most elsőként az jut eszembe, hogy egy... Bocsi, ilyen hangokat fogok valószínű kiadni, hogy egy éve ilyenkor hát nagyon nem volt jó, mert azért is videóztam akkor keveset, meg voltam kevésbé jelen, mert nem is az a gáz, hogy mi elkaptuk a Covidot, így a család, mindenki, aki fontos nekem, hanem az, hogy tudjátok, apát nagyon megviselte, kórházba is került, nem részletezem, egyszer meséltem erről egy posztban, amikor így kijött belőlem, az, hogy hónapokig mi volt bennem ezzel kapcsolatban, de piszok szerencsések vagyunk, hogy túlélte. Szóval pont egy éve ilyenkor volt egyébként beteg meg kórházban a Covid miatt. Hát ez borzasztó volt, és most, hogy miért vagyok a leghálásabb? Igazából nem csak most, hanem mindig a családomért és Krisztiánért. Tehát, hogy értük, és az egészségükért, és a saját magam egészségéért. Ez az a dolog, amivel úgy vagyok, hogy tök mindegy, hogy miről van szó, mindig ezért leszek a leghálásabb, és mindig ez lesz a legfontosabb dolog a számomra. De egyébként hálás vagyok azért, hogyha ettől próbálok függetleníteni, ettől a nagyon szentimentális és tényleg az élet értelmét képező dologtól. Hálás vagyok azért, hogy lett munkám, mert egy éve ilyenkor kezdtem el dolgozni a Budapest School-nál, és tökre örülök, hogy lett munkám, és hogy ennyire szeretem a munkatársaimat, és hogy jól érzem ott magam. Hálás vagyok azért, hogy jön mindjárt a karácsony, mert tényleg én erre csak így tudok reagálni. És egyébként hálás vagyok azért, hogy ez az online tartalomgyártás és Eszter szeglete kicsit fejlődik, hogy az én tempómban, az én ritmusomban, az én érzéseimmel, de fejlődik. És lehet, hogy sokszor nem tökéletes, lehet, hogy nem mindenki elégedett vele, lehet, hogy valaki rosszat gondol róla, de nem érdekel, mert nekem ez fontos, és tudom, hogy vannak, akiknek ez ad, mert kapok tőletek visszajelzéseket, amiket ezúton is nagyon hálás vagyok, és összességében nekem is jól esik, és nagyon örülök, hogy elindult a Sárga Bögre Podcast, ugye márciusban Sárával, és ezért tök jó, hogy Sárával ilyen viszonyunk lett, és ilyen jókat tudunk beszélgetni, és hogy ennyien szeretitek a podcastet is. Nagyon-nagyon örülök, hogy találkozhattam Julcsival, először ugye az én időruhája a nyári kollekciója kapcsán, és utána pedig azóta, vagy hát, hogy az volt az első találkozásunk személyesen, de előtte is beszéltünk már, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, rendszeresen találkozunk, és egy nagyon kedves barátnőm lett Júlcsi, és azért nagyon hálás vagyok, és örülök, hogy ilyen viszony alakult ki köztünk. Szóval, hogy... Szóval, hogy ezekért a dolgokért vagyok nagyon hálás. Na, elkezdem ezt lekaparni. Vagyis szerintem így levágom ezt így, ezt a kis tetőt. Hú, de rég éreztem már ezt a tök szagot, nagyon jó. Ilyen. Jaj. Jó, ezt még itt körbevágom. Amúgy tavaly annyiszor mondta tesóm, hogy tanít Miskolcon a Balázs Győző református suliban táncot, művészeti suli egyébként, és hogy ott a diákjai közül a lányok a tavalyi tök faragós videómat szerették a legjobban, úgyhogy remélem lányok most is tetszeni fog, ugyanúgy bénázni fogok, mint tavaly. Upszi! Csak egy dolgot szeretnék nem elvágni a kezem. Igazából csak ennyi. A többi nem számít. Nézzük a kérdéseket. Megpróbálok még válaszolgatni. Hogy vagy, de tényleg? Köszönöm szépen ezt a kérdést. Ez igazi párnacsatás kérdés, ugye? Jól vagyok most, köszönöm. Pont ahogy említettem az első kérdés kapcsán, talán beteg voltam, egyébként valószínű megfázás volt, de itthon voltam, szóval meg tudtam gyógyulni, aminek nagyon-nagyon örülök, mert hálás vagyok azért, hogy pihenhettem, és
hihetetlen izgatott vagyok a karácsony miatt, nagyon-nagyon várom, és így már karácsonyi hangulatban vagyok egyébként, de azért most még így az október végét kihasználom arra, hogy ősz legyen. Anyának a szülinapja 19-én volt, és így anya szülinapján, apa szülinapján, tesóm szülinapján, Krisztián szülinapján, meg így a sajátomon is mindig így elgondolkodom azért, hogy van ez a pár ember, hogy mennyire jó nekem így velük, meg ez az egész tök jó dolog, hogy így vannak nekem. Szóval szülinapokon ilyeneken szoktam elgondolkodni, nézegettem ilyen családi fotókat, ilyen régi képeket, közben elkezdem belezni. Belenyúlok. Ez a hang. Szóval nézegettem ilyen családi képeket, és nagyon-nagyon jó volt így visszanézni ilyen régi gyerekkori fotókat, úgyhogy most így jól vagyok. Egyszerűen nosztalgikus, karácsonyváró, és kicsit kipihentebb hangulatom van. Minek öltözöl be egy halloweeni bulira? Hát, azt hittem, hogy titok lesz, de nem lesz titok, mert szerintem le is fogom vlogolni, de most hivatalosak vagyunk egy halloweeni utóesküvőt megünneplő buliba a barátainkhoz, és képzeljétek el, hogy Sheldonnak és Aminek fogunk öltözni Krisztiánnal, az nem annyira bonyolult, és imádjuk Sheldont és Amit, úgyhogy szerintem Krisztiánnak veszünk, vagy csináltatunk egy flashes pólót, ugye alávesz majd egy hosszú jút, egy nadrág, cipő, az órája, és majd itt szépen befésüljük a haját, és mondtam neki, hogy amúgy is konyít a fizikához, meg minden ilyen dolgokhoz, jó, nem olyan szinten, mert egész mással hoztam egy ilyen nagy tésztaszűrőkanál izét is. Szóval, hogy mondtam, hogy majd viselkedjen Sheldonosan, én pedig majd Aminek öltözök egy ilyen kötött mellénnyel, még nem tudom, hogy nagyitól szerzek, vagy honyától, vagy honnan, vagy kardigán, egy felső, keresek valami olyasmi szemüveget, ugye a hajam ki lesz engedve egyenesen, és egy ilyen rövid szoknya, valami bársony jó lenne, harisnya és egy jó, valami jó csúnya cipő, vagy hát, hogy az én ítéletem szerint csúnya. Szóval, hogy így fogunk beöltözni. Egyébként gondolkodtunk azon, hogy a szörnyertéből leszünk Sullivan, a nagy kék lila foltos szörny, meg Boo a kislány, ami tök jó lett volna, én lettem volna a kislány, Krisztián meg Sullivan, csak hát külföldre lehet rendelni ilyen Sullivan jelmezt, de az nagyon sokára érkezett volna meg, tehát nem ért volna ide, itthon meg ilyen gagyik voltak, ilyen nagy kék szört meg most én nem tudok találni, amire még aztán lila foltokat is varjak, úgyhogy azt így elvetettük, és így maradt Sheldon és Amy. Mi a tartalomgyártás legnagyobb nehézsége, kihívása számodra? Hát az időmenedzsment. Mindenképp az időmenedzsment, mert úgy, hogy dolgozom, és hétvégén meg mindig táncolok, vagy hát nagyon gyakorta, így nagyon nehéz besűríteni időben, úgyhogy közben szeretnék rá ténylegesen időt fordítani, hogy egyre jobb tartalmakat gyárthassak nektek. Ez a nagyon disgusting pillanat. Szóval, hogy az időmenedzsment, az időbeosztás, így is, hogy a tervezéssel, a kitalálással elmegy egy-egy este, utána még maga a felvétel is, ugye, mire elkészülök, hogy olyan legyen a háttér, amiben amúgy annyi energiát nem is tudok ölni ebbe a kis lakásba. Szóval valójában a készülődés és az időmenedzsment, ami a legnagyobb kihívás, mert a többi egyébként, amikor így elindítok egy videót, és őszintén szeretnék nektek valamit közölni, az így jön magától. Ha választhatnál szuper erőt, mit választanál és miért? Ez nagyon jó kérdés. Szerintem, ha választhatnék, akkor talán a teleportálás képességét választanám. Időben nem akarok utazni, mert az nagyon sok mindent megborítana, nagyon sok mindent tönkretenne. Nem akarok az időben utazgatni, nem akarok előre tudni dolgokat, és a múltban sem akarok benne ragadni. Úgyhogy a teleportot azért választanám, mert szeretnék eljutni helyekre, úgyhogy... Szóval, hogy
mivel minden hétvégén hazautazunk Miskolcra, amit egyébként szeretek, mert fontos, és valószínű egyébként is ezt csinálnám, csak nagyon sok időt, energiát és pénzt vesz igénybe az, hogy mi minden hétvégén hazamegyünk, meg egyébként is Krisztián is nagyon sok helyre szeretne eljutni a világban, meg én is, de egyikünk sem akar külföldön élni, vagy folyamatosan utazni, mert ugye vannak más prioritások, csak ez is egy olyan dolog, amit így szeretnénk, és eléggé nehéz a távolságok miatt, úgyhogy talán a teleportálást választanám. Következő kérdés. Hogyan finanszírozod magad? Tabu kérdés, de máshogyan, hogyan tanulunk egymástól? Egyébként köszi ezt a kérdést, azért is akarok rá válaszolni valahogy, bár nem tudom, hogy tudok-e egy kerek egész dolgot mondani neked, mert ez tényleg fontos, főleg a mi korosztályunkban. Ugye én 24 éves lettem a nyáron, Krisztiánnal egyidősek vagyunk, tehát egyikünk sincs korban előrébb, tapasztalatokban előrébb, és egyikünk hátteresen kihívóan tehetős, és átlag, és nagyon-nagyon átlag alatti. Azt hiszem, hogy mindketten egy teljesen átlagos családból származunk, és ezáltal nem úgy indulunk el az életben, hogy kaptunk autót vagy lakást, hanem ugye albérletben élünk itt Pesten, és nincs autónk, amit szeretnénk venni, de ugye ehhez össze kell gyűjteni, de közben fizetjük az albérletet, és most már egyikünket sem támogatnak a szülei, ami nem azt jelenti, hogy nem segítenek, mert igenis segítenek nagyon sok mindenben, de hogy nem az van, mint nekem ez év januárjától, 2021 januárjától függetlenedtem a szüleimtől. Előtte azt jelentette, hogy havi elég sok pénzt adtak arra, hogy ugye ki tudjuk fizetni az albérletet, utazás, kaja, minden, és tavaly ilyenkor kezdtem el aktívan dolgozni a Budapest School-nál, előtte a TV-nél voltam, meg egyetemre jártam, és akkor nem tellett volna ezekre a dolgokra, és most hát most sem mondom azt, hogy olyan egetrengetően jól élünk, mert nem se időben, sem korban, sem... tehát, hogy még nem járunk ott, nem dolgozunk nagyon rég, nem lépkedtünk még fel a ranglétrán, nem aprózottunk még teljesen. Krisztián is most januárban fejezi be az MSC-t, de közben ő is dolgozik már most a harmadik munkahelyén, úgyhogy vannak célok, tervek, és igyekszünk is, és igazából, hogy hogyan finanszírozzuk önmagunkat, hát a keresetünk, nem fogom most így lebontani, hogy mi mire megy el, de gondolom mindenki tudja, mint mindenki másnak. Kajára, az albérletre és utazásra. És néha megengedünk magunknak egy mozit, vagy valamilyen ruhadarabot, amit szeretnénk, vagy valamilyen olyan kedvességet egymásnak, vagy magunknak, aminek örülnénk, és aztán ott vannak a szülinapok, a karácsony, és igazából ennyi. Nem könnyű ez a hogyan finanszírozom magam, és ami a legnagyobb részét viszi el, ugye az az albérlet. Mi számodra a legfontosabb dolog, amit a szüleidtől tanultál? Hát nagyon sok mindent tanultam a szüleimtől, és tanulok tőlük a mai napig, de ha egyetlen egy dolgot választhatnék, akkor az az lenne, hogy megtanítottak arra, hogy hogyan kell szeretni, és hogy mennyire fontos a szeretet, és hogy milyen jó érzés szeretve lenni. Mert egész gyerekkoromban igazából bármilyen probléma volt, legtöbbször minden megoldódott azért, mert szerettük egymást, és szeretjük egymást, és átadtak egy olyan ismeretet nekem a szeretetről, amit nem szavakkal adtak át konkrétan, nem egy definíciót kaptam a szeretetről, hisz nem is lehet, vagy nem volt ez így szájbarágós, egyszerűen csak a nevelés, amiben részesültünk, és az az igazi családi összetartás, amiatt azt hiszem, hogy az, hogy szeretetben nőhettem fel, és szeretném ezt továbbadni, és szeretném... Mennyire tudtok így komolyan menni, hogy közben egy tökben turkálok? Szóval egyszerűen csak az, amiért a leghálásabb vagyok, hogy így szeretnek és szerettek. Mert így boldog gyerek voltam nagyon. Volt már toxikus barátságod, véleménytanácsod? Azt hiszem, hogy volt. Nem fogom nevesíteni, és nem kifejezetten az én toxikus barátságomról szeretnék mesélni, de azt hiszem, hogy volt. Egyébként nem éreztem benne jól magam,
Bár az is kérdés, hogy mitől toxikus az az adott barátság, mert több mindentől lehet. Amúgy egy törlőt hozhattam volna, mondjuk ezt. Szóval több mindentől lehet, de én nem igazán voltam önmagam a toxikus barátságban. Megpróbáltam hasonlítani a másik adott személyre, hogy befogadjon és elfogadjon, holott valójában nem értettem egyet a dolgaival, vagy én nem olyan voltam. Kicsit azt hiszem, hogy meg is hazudtoltam önmagam bizonyos helyzetekben, csak azért, hogy neki jó legyen. Nagyon sokszor elhallgattam a nagyon csúnya hozzászólásait, hozzám szólásait, megnyilvánulásait, úgyhogy valójában nagyon bosszantott, és cseszte a csőrömet, és tehát, hogy nagyon sokszor éreztem azt az évek során, amíg barátok voltunk, vagy közel voltunk egymáshoz, hogy nagyon elegem van, és hogy nagyon-nagyon nem értettem magamat, hogy miért kellett az nekem, és hogy miért nem szálltam ki abból a toxikus barátságból, de kellett ahhoz, hogy tudjam értékelni azokat a barátaimat, akik vannak, és hogy tudjam, hogy milyen az, amikor nem kell rosszul érezned magad, és nem kell mindig mindent lenyelned. És ha esetleg, aki te, aki kérdezted, toxikus barátságban vagy, ha meg tudod nevezni, hogy miért toxikus, megbeszéled vele, és esetleg változhat a dolog, akkor az tök jó, és lehet, hogy javulhat a helyzet, viszont hogyha nem tudod felnyitni a szemét, vagy azt érzed, hogy már ezen nem lehet javítani, akkor ezt el kell engedned, ezt a kapcsolatot. Legyen szó párkapcsolatról, barátságról, bármiről, hogyha bántalmazó az a kapcsolat számodra, akkor azzal tényleg magadat bántod, hogyha sokáig benne maradsz. Mit tanácsolnál annak, aki belevágna a videózásba, de még félős? Hát én is nagyon félős voltam évekig. 2-3 évig biztos, hogy győzködtem magam, meg a barátaim is győzködtek, hogy hát vágjak bele, hát most max nem nézi majd senki, vagy max abba hagyod. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, talán ezt tanácsolnám annak, aki még fél, hogy ez nem egy olyan dolog, ami egyszerűen kötelező, és van egy... Szóval szerintem a videózás azért jó, mert lehet, hogy X-nek nagyon fog tetszeni, Y-nak meg nagyon nem, teljesen szubjektív ez az egész, és úgy csinálhatod, ahogy szeretnéd, és tökre tetszik az a gondolat, hogy lehet, hogy te is arról fogsz beszélni, hogy milyen fontos neked az én idő, vagy lehet, hogy te is épp táncos vagy, és táncos tartalmat akarsz gyártani, amiket én is fogok, vagy lehet, hogy téged is a sminkelés érdekel. Teljesen mindegy, hogy van belőle sok az interneten, olyan nincs, amilyet te csinálnál. Tehát, hogy attól lesz különleges és egyedi, hogy te csinálod, és ezért szerintem tök jó, hogy ha valakinek erre van affinitása és kedve, tök jó, hogy belevág, mert aztán nagyon meg fogod bánni, legalábbis én most nagyon azt gondolom, hogy megbántam volna, ha ezt nem kezdem el. Aztán nem tudjuk, hogy hova tart, nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz belőle, de sokkal jobb valamit elkezdeni és megpróbálni, mint soha meg nem próbálni, mert azzal elveszel magadtól egy lehetőséget, esetlegesen barátokat, vagy ismertségeket, nagyon-nagyon fontos lehetőségeket, hogyha meg sem próbálod. Úgyhogy ezt tanácsolnám, hogy ezeket a gondolatokat így helyezd a fókuszba. Mikor kezdődik nálad hivatalosan a karácsonyi készülődés? Ha-ha-ha-ha. Hát, szurkoljatok, hogy ne vágjam el a kezem. Valójában bevallom nektek őszintén, hogy a mi családunk nem normális, és olyannyira fontos nekünk a karácsony, hogy hát mindig téma, meg már szeptembertől mennek otthon a karácsonyi filmek, nem úgy, mint egyébként decemberben, hogy csak az megy, de hogy így elvétve, hát nem is annyira elvétve, de szoktunk, és ilyenkor már októberben, ha mondjuk otthon vagyok hétvégén, és együtt vagyunk este, vagy ilyenek, akkor biztos, hogy megy a kari film a háttérbe, vagy eleve már azt kérem apától, hogy azt nézzünk a tévében, mert ugye van egy csomó karácsonyi filmünk a külső tárolóhelyünkön, és valójában az igazi, az úgy november. November közepe, második felétől már nagyon intenzív, tehát akkor már azt hívhatom tényleges karácsonyi készülődésnek, akkor már úgy mindent beleadok, és most is így készülök. Nagyon szeretnék vlogmaszt, és biztos vagyok benne, hogy fogok is csinálni, így kitámasztom a lábammal. És biztos vagyok benne, hogy csinálok is vlogmaszt, mert... azt hiszem, hogy tök jó buli lesz.
előre fogok felvenni egy-két videót, amit meg tudok csinálni, hogy minél több videó legyen, és minél több dolgot meg tudjak rakítani, és lesznek teljesen egyszerű napi vlogok is, karácsonyi dolgokat fogok benne csinálni, és persze megmutatom, hogy elmegyek dolgozni, hisz mivel napi vlog lesz, a napi történéseket fogom nektek benne megmutatni. És ezért is nagyon várom idén, mert ez lesz az első vlogmaszos karácsonyom, úgyhogy remélem, hogy így együtt is tudunk majd karácsonyozni. Közben nézem a kérdést. Hol képzeled el az életed? Magyarországon vagy külföldön, nagyváros vagy vidék? Nem tudom, lehet, hogy az álomotthonos videóban ezt pont nem mondtam, de se én, se Krisztián nem szeretnénk külföldön élni. Ezt így hát nem is az, hogy az elején megbeszéltük, eleve mindketten így terveztünk, nagyon fontos számunkra a család, és egyébként, ha most Magyarország adottságait nézem, akkor mi nagyon szeretjük Magyarországot, nagyon szép helyek vannak, szerintem biztonságos egyébként, most nem a politikai helyzetről beszélek, arról nem is fogok, nem is akarok, egyszerűen csak maga Magyarország szerintem egy csodálatos hely, nekünk fontosak így a gyökereink, a családunk, szóval nem szeretnénk, semmiképp sem szerettünk volna külföldön élni, és hát semmiképp sem szeretnénk nagyvárosban sem, tehát hogy nem, ez hogy fog ez kijönni? Tehát hogy nem tervezünk itt Pesten élni, mert nem szeretek, és annyira amúgy Krisztián se, ő nem is Miskolcon, hanem Miskolc mellett Kistokajban nőtt fel, ami kisebb. Én is Miskolcnak Lilafüredhez közelebb, aki nem miskolci, annak talán így egyszerűbb, tehát ott a Diósgyőri vár Diósgyőr környékén, szóval, hogy semmiképp sem akarunk nagyvárosban élni. Nem tudom még pontosan, hogy hol fogunk, lehet, hogy Miskolc és Pest között valahol, valami agglomerációban, vagy amúgy én nagyon szeretnék visszamenni Miskolcra, a Berekaljára, mert az nekem ott a Bükk, Miskolc, ott az nekem ilyen, hát tudjátok, nekem az a gyerekkorom az otthonom, szóval ott mindenképp otthon tudnám magam érezni, és nagyon szeretem a Berekalját, úgyhogy valahogy így képzelem el, aztán majd meglátjuk, hogy az élet hogy hozza, hogy mire lesz lehetőségünk. Közben itt történt pár dolog, mert lemerült a kamera, és fel kellett tennem tölteni, és mivel egyébként sem akartam, hogy hihetetlenül hosszú legyen ez a videó, bár így is valamennyire hosszú lesz, ezért faragtam, és már nincs belőle olyan sok hátra. Egy-két helyen kiesett az, aminek ott kéne lennie, szóval még elég erősen gondolkodom, hogy egy pillanatragasztóval oda tegyem el, még ezt nem döntöttem el, de most még befejezem a végét, és akkor majd utána megmutatom nektek, hogy mi lett belőle. Csak még a kérdésekre visszamegyek, hogy mi az, amire még válaszolnék. Kedvenc dal. A kedvenc dalom az az About Time, magyarul talán időről időre annak lett fordítva. Rachel McAdams játszik benne, akit imádok. Szóval az About Time című filmből Ben Floyd-tól a The Luckiest. Ez a kedvenc számom. Tehát, hogy ez ilyen hidegrázós, nagyon sokat jelent, úgyhogy mindenképp ezt mondanám, meg hát nagyon szeretem a Reflecting Light-ot is, ugye, ami a Luke Lorelei száma Gilmore-ban, talán Sam Phillips, nem akarok hülyeséget mondani, szóval ezeket nagyon szeretem. Egyébként vannak ilyen playlistek, amiket imádok, meg hát természetesen a karácsonyi zenéket nagyon szeretem, és ugye az a népzenét. Meg ezt az indie, pop, folk, ezeket szeretem. Amióta aktívan jelen vagy a közösségi médiában, felerősödött a szorongásod? A szorongásom nem kötődik a közösségi médiához, hogyha szorongok, akkor nem ilyen dolgokkal kapcsolatosan szorongok. Az önmagammal való kapcsolatom is ötvöződik kicsit szorongással, de az akkor is volt, amikor még nem kezdtem el aktívan tevékenykedni a közösségi médiában. Ez inkább sokszor mindent egybevetve egy terápia, hogy jobban elfogadjam önmagam, meg elhiggyem, hogy képes vagyok dolgokra, szóval ez egyébként csak segített rajta. Hogy kezeled azt, hogy a világ főként ész, te pedig érzelmi alapon működsz, hozol döntéseket, én is? Nagyon tetszik ez a kérdés. Előbb ezt így kirázom belőle a belét. Hát ez pont jó kérdés amúgy így a végére.
Nehéz, mert akár Krisztián is például olyan, hogy sokkal racionálisabb, mint én, és én nagyon durván az érzelmeimre hagyatkozom, és szerintem ez mindig is így lesz. Ezen nem annyira akarok változtatni, mert végső soron mindig az jobb hosszú távon is, amikor az érzéseimre hagyatkozom. Nehéz egyébként sokszor, de szerintem azért van jó pár olyan ember, mint én, hogy sokkal inkább érzelmi alapon dönt, vagy az érzelmeire hallgat, mint sem az észérvekre, ami nem minden esetben jó, de hogy nem vagyok ezzel egyedül, azt hiszem. Örülök, hogy megint... Hú, de nagy kupi van, semmi baj. Örülök, hogy megint így együtt faraghattunk tököt. Köszönöm a kérdéseiteket. Hát egyáltalán nem válaszoltam az összesre, de mindig nagyon jól esik, hogy ennyien kérdeztek, meg tök jó kérdéseket szoktatok feltenni. Tök jó. És hálás vagyok tényleg, hogy itt vagytok. Ezt mindig minden videó végén akkor is el fogom mondani, mert ez sokat jelent nekem. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok is fel a csatornámra, és Instagramomat is linkelem, ott tényleg aktívabb vagyok, még ennél is, és készülök nektek sok mindenre, sok mindennel karácsonyra, úgyhogy remélem, hogy együtt tölthetjük így valamennyire ezt az időszakot is. Remélem, hogy jól vagytok, ti is faragjatok tököt, és osszátok meg velünk, főleg az őszi kreatív fotókihívás kapcsán, és egyébként is tök jó buli lehet ezt együtt a pároddal, a családoddal, aztán otthon kitenni, gyönyörködni benne, hogyha kertesházam lenne, biztos, hogy kitenném. Szóval, hogy annyi minden jó hagyomány, és annyira sok jó program lehet az, ami így megtölti a mindennapjainkat csodával, hogy azt hiszem, hogy ez egyáltalán nem egy elhanyagolható dolog. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Na, most ezt elfakolom, és megmutatom nektek a tököt.